Elindult, és akkor ebből van 106, majd
most fogunk növelni azzal, hogy a lépcsőházat beépítjük. A földszinten könyvtár lesz, a harmadik szinten előadó termek, mely informatikai központ, ez meg egy nagy előadó terem lesz, egy aula, ami mindenféle multifunkcionális vannak a legkisebbek, mert ugye őket külön kell rakni. Jó napot kívánok! Ha már várjanak meg, mi vinnét elmegyünk, kívánom, hogy csak a felsőfokú szakképzési intézet tavaly volt első évfolyamunk, tehát mondtam, ez a technikus kiképzés, ami azt jelenti, hogy utána, ha befejezett, akkor az egyetem BSC-t a második évfolyamán folytathatják tanulmányaikat, már addig csak oda kell küzdeni magukat. És hát ők itt tanulnak, 5 szakirányban van engedélyünk, óvodapedagógia, aztán szociálpedagógia, alkalmazott matematika és rendszergazda, könyvitel, tehát könyvelői szak, és mit hagytam ki, turizmus, ugye? Ezzel minden megvan. Ezen a földszinten laborok vannak, illetve oktatótermek, van egy könyvtár, ami az egész könyvtári rendszer, az több ilyen könyvtári egységből áll. Itt a médiatár van, és a folyóiratolvasó, egyébként a könyvtár és az olvasóterem az a másik épületben van, de ők is használhatják. Tehát itt lett egy kört, és akkor utána folytassuk a másik részet. Önök meg mehettek a tempomba lassan. Jó napot, mire várnak? Ja, vizsgáznak. Miből vizsgáznak? Etika, tessék. Jó napot kívánok. Na ez a folyóirat, olvasó és médiatár. Ki tudunk menni? Jó, köszönöm. Főiskolán az európai rendszer van. Ettől együttes az a rendszokra. Ez egy ilyen belvárosi kampusz, ugyanis van egy kollégium, amit majd egy másik kapcsolatból megnézünk, az a régi Kánkotel hogyállót, amikor minden a szállodaként múlt ki, még az első és arra, annak az alapjára jött, és akkor kaptuk meg a jelképes kulcsot, meg a dolgokat. Az élen egyet, nem tudom, be tudunk-e menni, de be tudunk bemenni. Itt egy nagyon jó felszerelt hangkonyhánk van, úgyhogy jövőre szeretném a szállodaink a visszat beindítását is, hogy abban el a felszerelt kártyáját. Ugye ide nem tudnak még Győrbe települni nyáron, mert a befektetés az nem biztos. Itt olyan szakmákat kell adni, amiből magát kitalálnak. Tehát hamisítós szolgáltatás, készelmi szolgáltatás, századai szolgáltatás, rendszer, kamerát, betélvány, idegen nyelvűkában, magyar, informatika, könyvelő, nem tehát ezen a területen is van egy nagyon szép múzeumunk, ezt most a feleségeket értem meg. Ez egy szőkes ütemény. Nyissa már ki! Jaj. Ha mindig kérek, hogy mindig van. A Beregi szőkes nagyon híres. Keresztemetés szőkes minta, és ebből volt egy nagyberegi kórházelnök, akinek az asszonyok a 70-es években odaadták a 100 éves szőkeseket. Polonyi katolikának hívják, mondjuk, dicsérjetre legyen mondva, munkát adott nagyanyámnak is, vagy másoknak is, mert felműtötték a mintákat, szőtték, Szovjetunióba árulták. És ő Kisvárdán nyugdíjas, nekünk ajándékozta az ő gyűjteményét, azzal a feltétellel, hogy mi is gyűjtsünk, és azóta a magyar teremgyakorlatra menő diákok kötelessége gyűjteni. És már 300 darab egyedi kézműka van, amit tudományos alapon feldolgozunk, digitalizálunk, rendszerezünk. Ez végig ilyen. Még az én hozományom is így van, mert nagyanyám megszökkedett, de ilyen kis nem statér, lehet. A statér, de megtalál a statér, még bármi lehet. Még bármi lehet, de már nem veszem vissza.
Amikor megszorult, de mindig elakta már. Kétszer leszötte a statinógus, és mindig mondta, hogy járjunk, mi lesz, hogy nem leszem volna, megint lakadalom. Odaadom neked, hogy azt csinálsz el, amit akarsz. Ezt a néprajzi múzeum rendszeresen őrizzük rá, van itt kalotás is például, mert kézimunkatechnika szerint is őrizzük. Amikor a Várdai Zseni írta azt a szép verset, bár én nem találtam nála sehol ráutalást, pedig kerestem, hogy a Beregi Népi Műzés a magyar nép szíve lelke, küld belőle kedvesednek napunkat a lapkeretet, hogy a hazát ne felejtsen. Küld Beregi Népi Műzés rokonodnak veszük, különle srádalmat a magyar nép szíve, üdentől, hogy egy házatokkel sízzetózzák egy kis darab Magyarországon. Egyetlen négy kísérlet, ami megvan, akkor már tudjuk. Igen. Református kapunk, török kapunk,
Aki itt magadatlan volt, megbízhatatlan volt, az tisztel a sikot, az orvosok nem tudták a szirétek, hogy milyen felállt a feladataikat, nem bíztak bennük. Tehát itt mindig nulláról indulunk, tehát nincsen olyan több generációs értelmiségi terdében, ezért értelmiségit nevelni kell. Na most ennek apró eszköze például az, hogy havonta negyedévente kiállításokat szervezünk olyan feltétellel, hogy hagynak egy képet számunkra, ebből fog majd összeállni a Gulácsi Galéria, meg Gulácsi a víziót arról a városról, az Beregszázak szerette, az Beregszáz akar lenni. Majd arról nevezzük el, még megfelelő helyet kell a Gulácsi Galériának találni, de ezek a képek van. Most már túl zsúfolt, hogy most fogjuk nem szeretni raktározni, és azt tesszük ki, ami van. Illetve óvatosan és halkabottan még jól ne vegye, hogy hátul van 5 gross arról kék, amit azért ajánlott fel a mester, hogy egy tervet felújítsuk. Így van egy gross terem, ez alatt ezzel hasonló, az a kiállító terem, az időszaki kiállításokra. Nem árvereztük el, becsporoltuk a képeket, hogy becsporoltuk. Hát,